Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Komáromi Zoltán, házi orvos, egészségügyi szakember. Orvos is, meg egészségügyi szakember, van saját rendelője és iszonyú sok pácienssel, de érdekli önt az is, hogy mi történik a kórházban. Hány éves kórházi gyakorlata van? A szakvizsgához kellett 2 évet összeszednem, és volt egy fél éves büntetésem annak idején az akkori kórházigazgató jó voltából, amikor a körzetből fél évre berendeltek baleseti sebészetre, hogy kicsit szem előtt legyek. De aztán az is eltelt, és mentem vissza körzetbe dolgozni. Mentőzött valaha életében? 4 évet. Miért van az, hogy egy komoly telefonkönyvet kelljen a mentőszolgálat a kezébe tartson ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy melyik ápolásra szoruló embert, vagy elsősegélyre szoruló embert hova szállítsa? Azért kell ez az 57 oldalas melléklet, mert Budapestnek az egészségügye olyan rosszul van fölépítve és összerakva, hogy kis túlzással semmiféle logika nem működik, mert ha adott esetben Csongrád megyében kijelölök egy várost vagy falut, kijelölök egy betegséget, kijelölök egy életkort, akkor körülbelül a megkérdezett 100 emberből 100 fogja tudni, hogy melyik kórház melyik osztályára kell vinni, mert a megyei kórház, városi kórház struktúra az egy viszonylag átlátható, jól összerakott rendszer. Budapest pedig hétfőn, szerdán, pénteken, kedden, délután, ünnepnap, máshol van a gyerekellátás, máshol van a baleseti ellátás, máshol van a sebészeti ellátás. Mióta van ez így? 40 éve. Tehát akkor végre valami, amit nem lehet az éppen működő kormánynak a nyakába varni. Az előző 5 működő kormánynak a nyakába lehet varni, hogy miért nem változtattak ezen. Ugyanis mit mondott az orvos társadalom? Idáig millió orvos és egészségügyi politikus volt a kormányok tagja, szakértője, tanácsadója. Ha ez ennyire akut, akkor hol voltak ezek a szakértők? Ezek a szakértők egyrészt nem biztos, hogy a szakma ismerete mellett a szakma szervezési ismereteinek is a birtokában vannak. Tehát ha egy jó nevű budapesti kórház vagy klinika főorvosa vagy professzora az adott miniszter tanácsadója, akkor én úgy gondolom, és ez a tapasztalatom, hogy sokkal inkább a saját pozíciójának megerősítését szolgálja ez a tanácsadói megbízatás, illetve az annak révén kifejtett aktivitás, mint hogy például Budapest lakói biztonságosan jussanak hozzá az ellátásra. Akkor azt magyarázza meg nekem, hogy egy akkora város, mint a magyar főváros, ahol közel, hogyha jól tudom, 53 egészségügyi központ, illetve kórház működik. Telephely. Vajon hogy van megszervezve Amsterdamba, vagy Münchenbe, vagy Bécsbe? Vagy Bécsbe. Bécsbe ott van az az óriási nagy általános kórház, ami gyakorlatilag az év 365 napján 0-tól 24 óráig az összes szakmában szolgáltatást nyújt. És innentől kezdve oda lehet koncentrálni a szakembereket, oda lehet koncentrálni a műszeret, oda lehet koncentrálni a finanszírozást, és van a második vonalú kórházak, és hogyha most a megyei hasonlatra veszem, akkor ez a megyei kórház, és ott vannak a városi kórházak. Oké, és miután ez a bécsi nagykórház ellátta a beteget, utána ágyat is biztosít neki, vagy az ellátás után tovább passzolja egy másik kórházba? Attól függ, mert hogyha megoperálja, és másnap haza lehet engedni, akkor az egy napra, vagy akár 3 napra ágyat biztosít neki, és definitíve ellátja a beteget, megoldja a problémát, és visszaadja a beteget a házi orvosának, aki utána a rehabilitációt, utókezelést, egyet megcsinál. Ha pedig olyan műtétre van szükség, ami nem életmentő, akkor lehet, hogy már másnap átteszik a városi kórházba, ahol megoperálják például a sérvét, vagy megoperálják az Tehát tulajdonképpen
éppen a specialisták itt vannak ebbe a nagy kórházba, megmentik a betegek életét, tartják addig, ameddig ezt stabilizálják, és utána leosztják rehabilitáció céljából. Hát vagy akár a kezelés céljából. Oké. Ennek a központi kórháznak van elég helye arra, hogy egész az osztrák fővárost és a környékét ellássa? Igen. Tehát úgy kell kialakítani, az osztrákok köszönöm. Így építették. Akkor, hogyha mi egyszer a monarchia tagjai voltunk, és van egy csomó minden, a közigazgatás összes rákfenéjét megtartottuk a monarchiából, akkor ebben miért nem léptünk legalább a rendszerváltás után? 2012-ben, amikor a Szócska Miklós által vezetett minisztérium koncepciójával egyébként szembemenve államosították Magyarország összes kórházát, akkor a szakma azért maradt csöndbe, mert ebben láttunk egy olyan lehetőséget, hogy végre egy országos koncepció alapján besorolják a kórházakat ebbe a hármas osztályba. Na de hát vannak országos intézmények, országos idegsebészet, országos szív, és nem tudom még micsoda idegsebészet, tehát... Igen, de az országos idegsebészet sem ügyel egész Budapestre minden nap, hanem bizonyos napokon. Ha az országos idegsebészetnél például van egy akut ügy, és ők nem ügyelnek, akkor azt a beteget az ügyeletes kórházba viszik? Adott esetben a János kórházba viszik, ahol szintén van idegsebészeti ügyelet, vagy adott esetben a Honvéd kórházba viszik, tehát gyakorlatilag ez a fajta... És ezek a kórházak ugyanazokkal a műszerekkel és tudással megvannak mind a központi idegsebészet? Budapesten ma egyetlen kórházban lenne meg a lehetősége ennek a nagy csúcsintézmény működésének, ez a Honvéd Kórház. Csak az a baj, hogy nincs elég jól finanszírozva, nincs elég jól vezetve, menedzselve az egész, és emiatt nincs meg az a tulajdonsága, hogy az év minden napján ott ez az ellátás megtörténhessen. Az nagy részt megvan, de nem teljesen. Ilyen Honvéd Kórház-szerű nagy kórházakat kellene még kettőt vagy hármat csinálni. És mit csinál a másik 53 telephelyen, lebombázza, átépíti? Szanatóriumokat helyezel bennük? Egyfelől az ott dolgozó csapatokat, mert nem egyes és hogy mondjam, önállóan dolgozó szakemberekbe kell ilyenkor gondolkozni, hanem tímekbe, csapatokba. Nekik tenni kell egy ajánlatot, hogy mondjuk ne a Bajcsi Zsilinszky kórházba menjenek, mert hogy ők ott együtt nagyon jó érsebészetet csinálnak, hanem mondjuk a Haller utcába a Országos Szívsebészeti Központba. Oké, akkor hagyd tegyek föl még egy kérdést. És utána azt az osztályt be kell zárni fizikailag, mert hogyha működtetem, ha fűtöm, világítom, takarítom, fertőtlenítem, akkor költséget nem... Oké, a Honvéd Kórházban hány működőképes műtő van? Én úgy tudom, hogy 16. 16 műtő el tudja látni 24 órában az összes szakmának a azonnali sürgősségi feladatait. Igen, hogyha lenne annyi műtősnő, lenne annyi aneszteziológus. De hogyha az 53 kórházból áttranszferáljuk a személyzetet is. Akkor lehet. Akkor elképzelhető, hogy az 53 kórházból lesz olyan, amit esetleg át kell alakítani más célra? És be kell zárni. Tehát egyszerűen magyar politikusok valami rettegve félnek attól, hogy egy kórházi mert hogy ez kiváltja a választók haragját? Jó példa erre a Merényi Kórház, ahol nagyon sok probléma volt 5 éve, 6 évvel ezelőtt. Ugye ott baleseti sebészet is működik, pszichiátriai osztály is működött, most azt már végre bemerték zárni. Milliókat, tízmilliókat fordítottak arra, hogy rendbe hozzák valamennyire, álmennyezetet csinálnak, kifessenek, újra burkoljanak, de nem volt elég szakember, és egyébként nem volt elég műszer. Miközben ettől a kórháztól mondjuk 3 kilométerre ott működik a Fiumei úton a nagy baleseti sebészeti központ, sőt, hát volt egy... Tudja, hogy mennyit kell a nagy baleseti központnál ülni és várni, hogyha éppen oda viszik? Körülbelül tized annyit, mint a János kórházban.
ugyanis a baleseti központot úgy tervezték, hogy egymás után vagy 8 ambulancia is kinyithat, hogyha nagy baj van. A János kórház meg van 2 ajtó, ahol bemehetnek a sérültek. Tehát ha eleve úgy terveznek... Akkor miért kell ma a balesetibe olyan sokat várni? Nem kell olyan sokat várni. Én nekem saját élményeim is vannak. Unokát is vittem már, beteget is vittem, barátot is vittem. Igen, más az, hogyha egy doktor bejelentkezik. Nem vettem igénybe én lépjünk tovább. Ha ez ennyire egyszerű, és még én is megértettem, amit mondott, akkor... egy csapásra tulajdonképpen egy átszervezéssel meg lehet a problémát oldani. Megfelelő mennyiségű szakember van, megfelelő műtősnő van, megfelelő szerkentjük vannak, eszközök vannak, akkor mégis miért nem? Mondjuk hiányzik a rendszerből az a 650 milliárd forint működési költség, amit mindig elmismásol a mostani, az előző, meg az az előtti kormány is. De hogyha nem 53 felé kell szétosztani ezt, akkor... Akkor sokkal egyszerűbb lenne, csak akkor mondok még valamit, most Budapesten van mondjuk... Ez akkor járhatna létszámleépítéssel is? Nem kell leépíteni. Örülünk, hogy van szakember, amennyi van. Ezeket a szakembereket kellene megfelelő körülmények között, megfelelő lokalizációban működtetni. Csak akkor nem lesz ugyanannyi osztályvezető főorvosi állás, nem lesz ugyanannyi kórházigazgatói állás, nem lesz ugyanannyi kórház. De ha a kormány ezt meg tudja oldani a hadsereg esetében, hogy kevesebb tábornok legyen és több közlegény legyen, akkor ezt miért nem lehet a kórházak területén megoldani? Mert sehol nem tudják megoldani. Egyébként a Honvédségre is nagyon jó példa, vagy nagyon rossz példa a Honvéd kórház vezetése, hogy a közvetlen vezetésben egyetlen egy egészségügyi szervezési szakember nincs. A Honvéd kórház a parancsnoka nem orvos. Holott volt olyan időszak, amikor az orvos, az főigazgató is, a parancsnoknak hívják, és az orvosigazgató is nagy gyakorlattal és szervezési tapasztalattal rendelkező katonaorvos volt, több szakvizsgával. Ők sokkal inkább tudták átlátni, csak ők se kaptak pénzt. Hát nem véletlenül, hogy ezért termelődik újra és újra a kórházaknak a adósága, és ebben mindig csúcson van a Honvéd kórház, mindig csúcson van a Fiumei út, Mit szólnának az orvos szervezetek egy ilyen rendezéshez? Az orvos szervezeteknek az a része, amelyik a normális fiatal... Hát az orvosi kamarában is azért most reméljük, hogy a választásoknál azért érvényre tud jutni az a normális józan szemlélet, amit egyébként most egy Facebook csoporton az újratervezés csoport elkezdett. Egyszerűen leírták, hogy hogy működne jól egy orvosi kamara, hogy ne a megválasztott vezetőknek a hűbérbirtoka legyen az adott terület és az adott kamarai szervezet, és nem milliókat, milliárdokat költsenek el úgy a tagdíjakból és az egyéb bevételekből, hogy a tagságerő egy szót se, vagy semmit, egy betűt nem lát, hanem ténylegesen szakmai érdekképviseletet csináljon, koncepciókat dolgozzon ki arra a kormánynak, hogy hogyan lehetne jól. Mivel vádolnák meg a kormányt, hogyha ezt, amit most ön elmondott, kezdenék végrehajtani? Örjöngene az ellenzék, az orvosok barikádokra mennének? Nem hiszem, mert vissza kell nézni mondjuk 10 évre, vagy akár 12 évre a TV-csatornákon, a nyilvános kongresszusokon elhangzó előadásokat, elemzéseket és koncepciókat. Akár Sinkó Esztert vesszük, akár Kincses Gyulát vesszük, akár rengeteg olyan szakember van, aki ezt évtizedek óta mondja. A mai kórház szervezésre szánt időnk lejárt, még kap egy fél kérdést, és erre egy teljes egyenes választ kérek. Ha ezt mind a kormány megcsinálja, akkor a következő lépés a körzeti orvosok, a családorvosok, ott is ennyire egyszerű lesz a dolog? Házi orvosolásra sokkal bonyolultabb a dolog, mert a mostani harmadéves orvostahallgatókkal el kéne hitetni azt, hogy ez egy szép szakma, hogy ebből meg lehet élni, és úgy kéne tanítani őket, hogy a 6. év végén rendelkezzenek annyi ismerettel, gyakorlati és elméleti ismerettel, hogy kimerjenek menni körzetbe dolgozni, mint ahogy mi annak idején kimertünk menni körzetbe dolgozni, és hogyha föltöltenénk azokat az üres állásokat, amik egyébként már évek is van olyan, hogy évtizedek óta üresek, és ott ténylegesen tudnának gyógyítani az orvosok, nem egy nővérrel, hanem esetleg 2-3 ápolónővel, akkor eleve levenné a terhet a járóbeteg ellátásra. Kedves nézőim, az elmúlt bő 15 percben, május 1-én sem henyeltünk, megpróbáltuk megoldani a kórházak problémáját Magyarországon. Bízunk benne, hogy erős kezű lesz a kormány, és végre fogja tudni hajtani.
az 53 kórház átszervezését központi nagy kórházakká, és így talán könnyebb lesz elsősegélyben részesülnünk, illetve túljutni életveszélyes állapotunkon, és egészségesebbek is leszünk. Utána foglalkozunk természetesen a házi orvoslással is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, legközelebb itt folytatjuk. Előzetesek, és jövünk vissza.